Sziasztok! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Fantasztikus szombat délelőtre ébredtünk, amikor is én Hearthstone-ozni fogok. Az addont beizítottam, szóval él a deckhelper, nem felejtkeztem el róla, úgyhogy csapassunk egy battlegroundot úgy bemelegítésként. Indítok egy előrejelzést. Így a koránkelőknek. Ilyen early bird. Papapapap, csak meg kell találnom. Ezt kerestük. Tehát fogok-e 1-től 4. helyezést elérni, illetve az egésznek a nagy kérdése, hogy fogok-e egyáltalán első helyezést elérni, de ez ugye most ebben nincs benne. Úgyhogy hajrá! Na, elementálok, kalózok. After you upgrade Bob's Tavern, gain 2 gold, this turn only. Elise. Szia, Sajzsuk, jó reggelt! Még nem csináltam meg ezt a játékjutalomkérős csatornapon beváltást, de valószínűleg az lesz, hogy kiírok majd ide egy kártyára a Twitch csatorna alá, hogy ezeket lehet kérni, és akkor hajrá! Szerintem most ez lesz egyébként egy ideig legalábbis a menetrend, hogy szombaton Hearthstone, illetve bármikor, amikor úgy lusta vagyok, és nincs kedvem másik játékkal játszani, és vasárnap Dyson, Sphere program, meg valószínűleg hétfőn is. A Hitmanre rájöttem, hogy az annak nem mennék így neki. Nem érzem magamban az erőt. Ó, az igen. Alalakír. És szerdánként meg random. És akkor randomban lehet olyan játék, amit már játszottunk, lehet tök új játék, vagy éppen amihez kedvem van. De hogy ilyen abszolút kiszámíthatatlan. Beszámíthatatlan meg minden. Ami kell. Ó, menjek el bestia irányba. Hát ez mondjuk csak attack power, az annyira nem király. Meg hát nem felejtettem el, de ezt a Nintendo-s vonalat is majd lehet izzítani fogom. Valamikoron. Hogy most tök sok alternatíva van. Számomra igazándiból most két dolog fontos. Az első, hogy jól érezzük magunkat itt a streamek alatt. A második, hogy legyünk sokan. Mert hát eltökélt szándékom a Twitch csatornát felfuttatni. Csak hát ahhoz ugye kellenek dolgok. Leginkább ti, nézők. Ti pedig, hogy is mondjam, akkor jöttök, ha van jó tartalom, meg olyan játék, ami érdekel titeket. Szóval azért ilyen szempontból meg kell válogatnom, hogy miből streamelek. Aztán majd, amikor összeszedte magát megint a csatorna, a Twitch csatorna, akkor majd tudunk többet kísérletezgetni. Interaktív stream. Figyelj, olvasom a chatet. Általában válaszolni is szoktam, hogyha nem abnormális, idióta kérdés, meg beírás van. Hál' Istennek abból viszonylag itt most kevés van. Hál' Istennek. Illetve vannak ezek a fogadások, akarom mondani előrejelzések, most már a izéket, a csatornapontokat is egy-kettőt beizítottam, úgyhogy ennél több interakcióra nem tudom, hogy mire gondoltál. You're doing great out there.
Hát nő nem vagyok, bocsánat. Dolgozom a mellek növesztésén. Nem éppen a legdekoratívabb értelemben, de szerintem azt senki se akarhatja, hogy így ennél többet beletegyek ebbe a projektbe. Hát így a karantén alatt a karanténtest az így meg lesz. Tehát ülő munkát csinálok, abszolút nem mozgok, de legalább eszek. Tehát így abszolút a legjobb, rosszabb kombináció. Persze, egy deka elementált ne adjál, tényleg. Na, végre valami használható. Jó, az úgyis benn marad, úgyhogy igazániból mindegy. Na, akkor csak kitartóan kell nyomni a streameket. Hát most így próbálok konzisztens maradni, amennyire lehet. És remélem, hogy ez segít. De mondom tehát, hogy azért az rájöttem én is, hogy ez nagyon sokat számít, hogy milyen játék van. Tehát még a VR-nál is látszik, hogy olyan játékkal játszanak, ami több embert érdekel, akkor egy ezressel többen vannak. Míg ha olyan játékot, ami kevesebb embert érdekel, akkor is olyan sokan nézik őket, de tehát akkor látványosan kevesebben vannak úgyis. Hát most nekem a kis szerény YouTube Twitch csatornámon ugye ez szintén meglátszik, csak ugye kisebb számokkal. Mondjuk úgy század annyi. ez jó fegy van fegyverkezve. Ah, sok ribbon. Jó, nem állunk túl fényesen, de legalább rózsásan se. Eladhattam volna most a sárkányt, most így jut eszembe. Na mindegy, majd legközelebb. Ah, szépen bevásároltam magam azért. A hős választást azt akkor toljátok el, sajnos ezt nem tudom beállítani jobban, hogyha épp ott állok, hogy kezdődik az új meccs, mert akkor látjátok, hogy milyen hősök vannak, és tudtok választani. Ha esetleg úgy adjátok meg, hogy az enélkül is működhet, mit tudom én, jobbról az első, balról a második, vagy tehát ha így, az csak az működhet. De egyébként várjátok meg azt az idősávot, fél perc, egy perces idősávot, amikor ugye ott vagyok a játékban, hogy az új hős kiválasztása előtt állok. Az cool. Mindjárt megnézem a statot. Ami a schoolnál volt. Most adjuk el ezt, adjuk. This last act of sacrifice is mine. Hát nézzük, school.
Az ugye szerdán játszottunk. Itt azt írja nekem, hogy átlagban 30-an voltatok. Na, most ezzel szemben, tehát hogy itt tényleg az látszódik gyönyörűen, hogy szombatonként, amikor Hearthstone van, akkor vagytok a legtöbben. A Dyson Sphere is, akkor olyan átlag 78-an vagytok, ami azt jelenti, hogy lassan indul el, de amikor így csúcsra járhatunk, akkor már ilyen 100 körül vagyunk. Most az lenne jó, hogyha így elérnénk azt, hogy így megbízhatóan 100 fölé megy a nézőszám már mondjuk ezeken a nagyon nézett, tehát a Hearthstone streameken. A Dyson Sphere-t azt átlagosan 65-75 ember nézi, szóval az is tök jó. Hétfőnként ez bezuhan fele annyira, de ott is látok fejlődést, tehát január végén a hétfői streamen voltunk 32-en, és most hétfőn már 45-en, a szerdain pedig 24-en, míg ezzel szemben most már 30-an. Szóval az úgy nem rossz. Current Tavern Tier. Fejlődjünk. Aha. Hát, szerintem nem lenne értelme betriplázni. Ó, de azt viszont igen! Ho-ho-ho-ho! Jó, ezt akkor... Így, így. A rohadt anyját ennek tényleg. Hű, az viszont ott menő. Menő manó. Jó, az így teljesen rendben van. Na, szóval látok azért lassú fejlődést, és ez tök jó. Hopp, közben nem látom a csetet. Hé, chat, hol lettél? Bocsi, most elvesztettem a korábbi beírásaitokat, amit az elmúlt 2 percben írtatok, szóval ha beírtatok valamit az elmúlt 2 percben, akkor azt írjátok be újra. Átmentem, ráfrissítettem az ablakra, azt eltűnt. Eltüntetek. Úgy. Öljed. Öljed tűzzel. Az de idegesítő. Hú, azért a 3,1%-os win rátát azt úgy kimaxoltuk, ahogy nézem. Good tactical choice. Good tactical choice. Nyomi, nyomi, nem jön a nyomi. Chef nyomi. Na, most visszatöltötte. Na, viszont az kult, azt úgy még szerdához képest is néztétek, szóval ez egyébként nagyon jó kis játék. Most raktam ki a YouTube-ra egy videót, amin viszonylag azért sokat dolgoztam, mert vágott volt, de így összeszedtem így, hogy januárban mik voltak a számomra legjobb játékok. És hát az kult az benne volt. És szerintem most ezt fogom csinálni, hogy így csinálok ilyen minden hónapra majd ilyen legtutibb játékokat. Most úgy ugye elmaradt a 2020-as évre egy a legjobb játékok, amit majd lehet, hogy egyszer valamikor pótolok, de inkább nem ígérek semmit. Na, ha itt egy chef nyomit beadna, annak örülnék, illetve ezeket is triplákat kéne, mert 1, 2, 3 triplára van, 3 elementából van tripla esélyem, azért az nem rossz.
Aritmet, jó reggelt! Fú, itt viszont ki fogok kapni nagyon csúnyán. A jó hír az, hogy letál nem lesz. De ez fájni fog. Ó, nulla elementál, zseniális. Na, nyomi! Köszi. Nice. Elementát adja. Elementát adja. Hát nem adta elementát. 23 health, hát ezt adom is el. Te ott jól jöhetsz még. Keep up the momentum, friend. Ó, hát itt csak 15,7% esélyünk van arra, hogy meghalok. Ami nem is rossz. Úgy. Úgy. És döntetlen. Jó. Totál hulladék. Totál hulladék. Ez, erről beszélek, tehát, hogy a szara leosztásod tehetsz te bármit, nem fog történni más. Ő a karavánkata. Mikkel nyomul? Mekkekkel. Túlnyomó részt. Hú, most kiraktak a YouTube-ra egy ilyen videót, hogy a gameplay videók hogy lesznek monetizálhatóak, meg hogy ezek a közösségi irányelvek, meg minden más, ez hogyan vonatkozik a gameplay videókra. És hát így röviden a válasz az, hogy abszolút vonatkoznak, tehát csúnya beszéd, és társai. Abszolút, az explicit, offenzív, szexuális töltetű tartalom együtt mind az is, tehát tök mindegy, hogy az egy videójáték, ha vér van benne, ha csúnyán beszélnek, ha... Na, valami jó kis hősképesség kéne nekem. Ez tök jó.
Sáf nyomit nem bírta behúzni. Ó, végre. Adja elementálokat. Na, kit éleszünk újra? Szerintem őt. Max combat only. Vajon akkor ő duplán éled újra? Vagy akkor nem duplázódik? Nem tudod, aha. Jó, hát akkor őt. Teljesen jó lesz így. Chef Nyomi nem jött. Pedig azzal lehet nagyon durva dolgokat tolni. Nyomingerrel. Hoppáré! Szép. Éljük túl, éljük túl, éljük túl! Ez az. Megbusztam. Na, már top 4-ben vagyok. Már top 4-ben vagyok. Go big or go home, I always say. A nyomiséf nem mutassa meg magát. Hopp, ezt kár volt. Na, viszont már 7-7-es lett Alistra. Igen, csak abba gondolkodtam, hogy már hiába van rajta Reborn, akkor az duplának fog számítani, és akkor kettő jön vissza egy helyet, vagy kétszer visszajön egymás után. Lehet, azt így nem lehet. Ki ellen megyek? Alalakír! Hú-hú. Ő is rágyúrt az elementálokra egy picit azért. I think you can win this thing. Ó, 100% win. Az szép. Úgyhogy egy lénnyel kevesebben is van. Az szép volt. Az szép volt. Mind a kettőt leokátta ráadásul. Na, ez viszont egy nagyon jó fordulat, hogy Alakirnek így bepacsoltam egyet. Chef Nyomi. Elementált adjál, vagy a Nyomi séfet. This is my...
hát ez nem volt valami nagy csere. De talán Keltuzád ellen még talpon maradok. Igen, úgy működik, mint a szövegkiemelés, tehát, hogy így beírod, hogy mit szeretnél majd így hősügyileg, amikor ott van előttünk, vagy ha már így kigondoltad, hogyha valami egyéb metodika alapján, de hogy egyértelműen előre el fogom tudni dönteni, hogy mit szeretnél, és akkor én azt választom. Hát nem tudom, gondolkodok ezen a freeze-en. Jó, legyen fagyasztva. I think you can win this thing. Laza ez a csávó. Ó, jó, itt is nyerek, hála égnek. Jó, poison az kiiktatva. Valamelyik itt izgulok. Előre látjuk, hogy 100%. Ez fájni fog. Az igen, terrible damage. Ah, és emberek, benne vagyok a top 4-ben most már biztosan. És még a nyomisév se kellett hozzá. Hoppácska! This is my realm. Na mi legyen, poison vagy pók? Á, jó lesz az a pók nekünk. Erre is rakhatnám mondjuk, de ez szerintem jobban megdolgozza őket. 20-14-es. Miért nem látszódnak nátok az esélyek? Halványilag gőzöm sincs. Nálam be van kapcsolva az addon. És ahogy nézem a stream képet, ott látszódik is. Szerintem nálad lehet akkor kikapcsolva, igen, írják is. Egy igen jó nyerési esélyekkel indulunk ennek a mérkőzésnek. Ez amortizál le. Sok rohadt pajzs. Elisztra kimentett. Ó, igen! Ó, igen! És akkor jön a pajzsos Bubladin. Nincsen olyan eszméletlenül tápos lényem, sajna. Hát, Garnak már sajnos nem sok értelmét látom. Maximum buffolás véget.
Ajjaj, ráadásul neki van egy ice blockja, ahogy nézem. Most tele van bubizva. Arra elvesztegetni ezt a jó lapot. Au. Au. Öljed. Öljed tűzzel. Azaz. Szép, szép. Jó, ez nem lesz letál, csak lejjebb dolgozom a HP-ját, de egyelőre kitartunk. Egyelőre kitartunk. Átvettem a vezetést. Hűha. Hűha hő. És most beadja chef nyomit. Most beadja chef nyomit, hát behalok. Jó, annak már nem sok értelmét látom így. A kérdés az, hogy a többinek. 39-es. Az arany, arany. Hát csak abban bízhatok, hogy Elisztráza. Elisztrázából szerzünk még. Ha beadja Elisztrázát. Ott van. Ott van a kis csaj. Harminckilenc-kilencvenegy, azért az nem rossz. Az a mázlim, hogy jól állunk HP-vel. Neki meg... hát... ilyen Tom Death-retod. Bildje van. Hát, hogyha jól jönnek a lapok, akkor nyerek, de... csak is a Bösszme nagy HP-nek köszönhető. Csak jól szedje le a bubikat. Azaz. Ne a poisont, úgy. Au. Au. Oké, ez még meg lehet. Jaj, de sok a kicsi, jaj, de sok a kicsi. Jó, csak ne az halljon meg. Fenébe. Hát majdnem. Na, a második helyezet. Igen, azt tudtam, hogy van ice blokkja, viszont második helyezet, úgyhogy ez már nem is rossz. Gyűlik a gold. Na, akkor sajjuk, most koncentrálj. Jön a nagy választás, lehetőség. Lehet csatornapontokat égetni. Na, Shemvala, Nozdormu, Infinite Toki és Keltas Sunstrider. Vannak elementálok, kalózok, mekkek, sárkányok és démonok, hogy lehet választani. Ez beindítok egy újabb előre leízést. Ja, románoknál lej. Erőre leízést. Balról a második. Nozdormu. Aha. Hát jó. Hol Nozdormu lesz?
Gaga. Aha. Na, az első refresh mindig nulla. Oké. That's life. Menjünk a kalózokra. De a következő körben úgysem veszek semmit, mert tovább fejlesztek, bocsánat. Nem aludtam ki magam. Rendesen. Amúgy rendesen. AFK. OFK. Nézzük, ezt meg is hagyjuk szerintem. Kettő ilyen parti elementállal én nem versenyzek. Mármint, hogy azzal versenyzek, csak igazán, ho-ho. Ja, megpróbálunk most ilyen nyomira rá, de megpróbálunk. Tehát, ha beadja, akkor fasza minden, de ha nem adja be nyomit, akkor buktad az OP elementál buildedet. Amúgy most így visszagondolva azon ment el az előző kör, hogy nem nagyon buffoltam egy körön keresztül, nem vártam arra a szerencsétlenül járt Elisztrára. Amit beadott, csak úgy, hogy nesze haver, kap be, itt van. Úgyse számít, mert elintézem, mert én vagyok a játék, hogy ne számítson. Jó, zero elementál, oké. Na, közben lehet még tippelgetni, hogy benne leszek az első négyben, vagy sem. Még van 2,5 percetek rá. 3200 csatorna pont van a podban. És csak egy egyszerű választ kell adnotok, igen vagy nem. Az igen. AP a király. Egy elementált nem adtál elementált, de miért nem adtál elementált? Ó, és neki már van egy ciklonja. Iron Sensei. No elemental. Na hát, ha most. Igen. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó.
once served a drink to a deaf knight. It froze over right in his hands. Felelősséget nem válasz. Persze, felelősség nem terhel senkit. Elköltöttétek a pontokat, onnantól már jók vagytok. Oj. Kettő. 2,8% esély volt arra, hogy ezt bebukjam, de összejött. 2,8. Tehát így what the fuck játék. Az igen. Előtte kellett volna még egyet cserélnem, de mindegy. Így benn maradt pár. Nem baj, bízunk az 1%-unkban, igaz? Doing great out there. Jó, ezt viszont már lealázzuk. Ötös szintű. Az igen. Hát így nem megy följebb sokkal. Fejleszünk. Hát, de nem. Jó, most az a vicces helyzet állt elő, hogy konkrétan megint triplázhatjuk a party elementált, és itt van nekünk a stázis elementál is kettő darab, úgyhogy jó, jók a kilátásaink. Egyetlen egy probléma van, hogy hát végül is Ragnarsson kalózozik. Simán nyerhetünk, most egészen jól állunk HP-val. Ragnaros meg 4-es szinten van ott azért, még nincsenek ilyen nagyon durva kalózok. Hát Gold Rubber lehet, ami probléma lehet, meg hogyha van Ripsnar Captain-je, mert akkor felbuffolhatja a többit. Az előző szintekről meg, hát talán a Scooter, ami nekem van, hogyha azt sikerült így buffolgatnia, de nem valószínű. Nem, úgyhogy valószínűleg lesz egy nagyobb tauntja. Az összes többi meg lesz valamennyi buff, aztán ennyi, de nem hiszem, hogy most a kalózosnál még egy ilyen negyedik szinttől kikapnék. Egy darab aranykártyája van, viszont nekem is. Úgy. Szerintem ebből egy legrosszabb esetben döntetlen lesz. Nem, tuti win. Ja, jó, nem tuti win, de 90%. Az nekem már bőven elég. De itt is van 2,6% esélyem arra, hogy kikapjak. Na várjatok, figyeljétek meg ezt a 2,6%-ot. Persze, az egyetlen 1 HP-somnak mennyi neki. Szépen, ahogy köll. Ez az, köszönöm. Köszönöm, Matek, hogy végre az én oldalamon állsz. Viszont ez a Lord Barrow, ez így kitart egy HP-n. Hát ennek már így nem sok értelmét látom, viszont ennek igen. Bár megpróbáljuk bevásárolni. Rosszabb már nem lesz. Oh-ho!
persze, azt buffold úgy. Egy party elementálnak még tudnék örülni. Taunt vagy Death Rattle. Hát Death Rattle-ös elementálom az nincsen. De itt, ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Most lenne jó egy olyan, ami a tauntokat erősíti, vagy a tauntoktól buffolódik fölfele. Ő, neki viszont van egy ilyen szarrá buffolt molten rockja. Au, egy HP-s Acolyte. Ami a gyakorlatban 2 HP, de mindegy, nem kaptam nagyot legalább. Ott a nyomi! Hát azt fagyasszuk is befelé. Majd megvenni nem fogom tudni, de az... Föl... Jó, ez kettőt fog encsantolódni. Jó. Na jó, hát akkor nyomizunk, mint az állat. Mert ugye kettőt el kéne, hogy adjak, de nem. Nem visz rá a lélek. Ezt a molten rockot is sikerült. Na, ahhoz képest, hogy nem akartam őt megvenni, most egész szépen itt virít már 8-18-asan így megkésve. Jó, hát ennek már ilyen tizenvalahány fölött kéne legyen a támadó ereje, és 30 fölött kéne legyen a AP-ja, hogy így életképesnek minősíthessük, de így a játék ezen szakaszában már. Van valaki 6-os szinten? Ja, Lich. Jó, a nyomi séfet kell most már tolni. Ez tovább lett buffolva, mint ez, beszarok. Ójaj, na őt viszont elverjük, mint a rongyot. Legalábbis a matek ezt diktálja. Nice. Na nyomikám, gyere! Jó, igazándiból most bármit vehetnék. Szerintem ezt a 10x10-est eladjuk. Jön a nyomi. You play an elemental, jó. Most kezdjél elementálokat adogatni, légy szíves. Oh, that's nice. That's really, really nice. I'll make sure
these ones stick around for next time. Hát lehet, hogy ezt a porti elementát nem sokára eladjuk. Mert hogy már ez a buffolás, ez aranyos, de igazán nagy hasznát nem fogom venni a late game-ben. Jó, a nagyot azt kiixeltük legalább. Úgy. Ó, Nazdar mú! De viszont itt még nagyon élnek a többiek, és az a baj, hogy itt most már egyre nagyobb kokikat osztanak az ellenfelek. Óvatosan kell eljárnunk. Ez az. Most jött el az idő. Jaj. Adja egy jó elementát? Nem adtál, szemét vagy. Itt se. Na de ott az már alakul. Hát ez így nem lesz jó, viszont. Itt ez a kicsi, ez nagyon-nagyon gyatra. Szoros lesz. Szép! Jó, akkor elköszönünk Rafámtól. Jó, és remélem még másik kettőtől. Ja, kiesett még Situn. Ez jó. Ohohoho. Jó, alakul. Alakul. Az egy 13-15-ös Gentle Gene, az nem rossz. Let's see if you can stay on top. Ez viszont azt írja, hogy garantált vesztés. Nyomj, ne! Jó, amortizáljuk le valahogy itt dolgokat.
Szép. Ez a defektobot a legnagyobb problémám. Jó, aránylag még jól kihoztuk. Na, viszont benne vagyok az első négyben, már biztosan. Sok elementál, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ezt is bevásároltam. Hát ez nem annyira jó. Ez sem. Na ott az, talán. Nézzük, hát csak úgy jó, ha ezt adogatom el. Meg, hát... Hát, ha kapok még valami jót. Hát, ha és nem. Kösz játék, tényleg köszönöm. Nem segítesz. Túl sokat. 14-17-es ilyen kis bokorugró. This is no place for mortals! Hát... Azt a bokorugrót lehet kihagyni. Na nézzük a lich. Mit tud? A héten most egyébként viszonylag keveset hardstone-oztam. Meg nem is nagyon volt időm játszani sok mindennel. Skulloztam. Tehát kb. Tényleg csak annyit játszottam, amennyit streameltem. Tehát nagyon picit játszottam most a Dyson Sphere programot, de ez olyan rossz. Egyébként, de hát ez van. Ez meg fog ölni viszont. Hát neki volt két upgrade-je, nekem meg négy upgrade-em, és ezzel együtt se velem verem le a végén. Ócciki. Jó, de nem rossz, nem rossz, így se. Ó, és ahogy néztem, most 77%-otok azt mondta, hogy nyerek, úgyhogy akkor ti is nyertetek velem együtt. Igen. Mi? 19 csatorna pont? Nem már. Tehát ez mi? Alamizna. Na, jöjjön egy újabb kör. Egy újabb győzedelmes kör. Ma úgy tűnik elementál nap van megint. Alacsonyan szállnak az elementálok a rostában, ami nem baj, mert szeretem az elementál buildet. Valószínűleg tartom egyébként, hogy jön a következő kiegészítő, elverek 2000 goldot erre a perkre, a BG perkre, aztán jó napot. Na, ha valaki szeretne hőst kérni, az most tegye meg gyorsan, csatorna pontokért. Van Patches the Pirate, a Lich King, Tikatus és a Fungalmancer. Vannak elementálok, kalózok, mörlokok, mekkek és sárkányok. Na, nem választottál rosszul, hogy a fogadás is bejött. Így kell ezt csinálni. Még pár másodpercet várok. Nem akarom mondani, hogy én kit választok, mert nem akarok senkit sem befolyásolni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jó, sorry, Tikatus lesz. Mi az? Kártyalapokat morzsolt a kezébe, tényleg? Pedig észre sem vettem. Vagy azok ilyen karnevál sorsjegyek. Hey,
Jó, hát maradunk ennél, az elementáloknál. Na, a lényeg az, hogy bizonyos kör elteltével kettő darab Dark Moon Prize-t zsákolunk. Tehát azt jelenti, hogy minél tovább élünk vele, annál durvábban jön majd ki az előnye ennek a hősnek. És azért vannak elég jó Dark Moon Prize-ok, és ebből kettőt. Úgyhogy ez szerintem egy ilyen szempontból erős hős, tehát hogy így bármilyen környezetben megállja a helyét. Szóval ez egy jó hős szerintem. Aha, egyenlő. Ez így a jó. Jó, fejlődjünk. Jaj, előrejelzés, tényleg köszönöm, elnézést. Fogok-e nyerni? Még nem késtünk el semmiről, ha csak nem én a következő 5 percbe bebukom, amire azért valószínűleg nem sok esélyt látok. Szia, Tomi! Ujjaj, ujjaj, ezt... Sorrend. Ja, már egy kiesett, igen. Ugye tuti. Ó, nekem van egy ötletem viszont. Egy korai hármas fejlesztés. Többiek még kettesen nyarvognak. Következő körben dupla Dark Moon Prize lesz. És igazából nem maradtam le semmiről. Keltuzád az egy nagy büdös semmivel támad rám, szerintem. Hogy ja, ez kifejezetten baráti így. Ez jó lesz. Hát közjáték. Igazán. Tehát nézzük a dolog jó oldalát. Na most Isharaz jön, és egyelőre rajtam kívül csak Ragnarosz van hármas szinten. Szerintem én a következő körbe már elhúzok a négyesre. És hogyha sikerülne behúznom az ötös szinten egy nyomit, akkor visszaváltok elementál buildre. Murloc, Pirate, Mac, Elemental, Dragon, Murloc. Hű, ennek sok a lénye viszont. Ó, most nekem is vásárolnom kéne, attól függ ki ellen megyek. Pirate. Jó, hát Stauntra lenne jó. Ez mindig jó. Ez meg Mac-es. Ahhoz képest, hogy sikerült kimaxolnunk a boardot. Elég gyatrák az esélyeink. De nem adott egy jó megket se.
úgyhogy szomorú vagyok. Jó, viszont innentől már oda kell figyelnünk, hogy lények is kellenek, mert különben csúnya vége lesz. Most még 31 HP-n van, szóval semmiről nem vagyunk lekésve. Túl nagy kokikat se osztanak még el a játék ezen fázisában. Ő is már 3-as szintű, úgyhogy igazából csak egy szinttel vagyok a többiek felett. Jó, ez is egy garantált loss. Nem bírtál volna mást támadni. Au. Na jó, most jött el az én időm. Na, most kezdi el tologatni a mekkeket. Jó, szerintem ebből akkor egy mek build lesz. Ezt előre rakom. Így. Jó, még mindig a lich jön, úgyhogy igazániból mindegy, mit rakunk. De ez most így jó lesz arra, hogy kicsit összeszedjem magam. Ennyi. Lássuk. Na neki sárkányok vannak és 4-es szintű. Hát, még szerintem nem hiszem, hogy nagyon bevásárolt. Igen, egy fokkal jobb már ez a board, mint ami volt 3 perccel ezelőtt. Mi ez a tojás? Ó, az egy jó tojás. Van rajta Divine Shield, Taunt, tehát hogy fel fog fogni némi támadást, és utána még ha meghal, akkor jön egy 8-8-as Robosaurus belőle. Amit nagyon szeretünk, és hogyha még ez föl is buffolja, nem buffolja föl. Na, ez jó lesz. Kösz. És leszette a Divine Shieldet, hogy ott rohadjon meg. Nem baj, most visszakapta kamatostól. Úgy. És dupla Dark Moon Prize érkezik. Ó, nézzük. Nézzük. Túlságosan is kegyes hozzánk a sors. Na nézzük. Sef nyomi.
hát az elementálokat szép lassan elengedjük. Szerintem. Majd olyan Robik kellenének, azt a Tauntot, ezt mire toljuk rá. Vagy a tojásra gondolom. Másra nem lenne, nincs sok értelme. Úgy. Mi? Jaj, nehogy már egy poisont. Kikerült egy teljességgel béna lény ki. Töpnél magából. Ah. Jó, hát most jó lenne a mekkekre akkor rágyúrni picit. Ó, például ezzel, igen. Ezzel már lehet kezdeni valamit. Mit adjak el? Őt. Ah, ez jó lett volna pedig. Na mindegy. Hát itt nekünk a Junk Bot, meg a Sneedold Shredder játszik ötös szinten, amik közül még egyiket se láttam. Aztán hatos szinten ugye jön az Engineer. Ezt kire rakjam rá. Talán rá volna értelme. Van egy Poisonous Murloc. Mondjuk ez az eredményeken már semmit nem változtat, hál' Istennek. Jean-t azt elköltöztettük vissza a palackába. Lámpásba. Te kell lesz. Azért figyeltétek, hogy egyszerre adta be a kettőt, ami kell nekem, tehát hogy így igazi szemétláda. Talán ez így jó lesz.
Na, és nem kaptam. Ebből jól lenne triplázni viszont. Ó, látom, pont azt csináltam, amit írtál. Úgy akkor jó. Egy követ fújunk. És nem neki jött ki. Istenem. Ez annyira szomorú ilyenkor. Nem baj. Megdolgoztuk. És itt a nyomi. Aj. Hű, viszont nézzétek, mi van itt. És itt az engineer. Sürgősen triplázni kell valamiből. Mondjuk ezt így. Steady hand. I'll save these ones for later. Jó lesz. Most ugyanúgy visszaraktam. Let's see if you can stay on top. Hát ez nem jött össze, haver. Dupla idézés. Ez nem tud mást adni, csak ezt az old Murkite, tényleg. Persze Khadgar haj, meg miatt még dupla 8-8-at kapnék. Csak hogy a mihez tartás véget. Szép. Divine Shield-ek. Jó, hát ezt el kell adjam most, muszáj. Oh-ho! Aha. Ez kell. Majdon. Na, ez beteg lesz. Thank you.
van 0,1%-om arra, hogy kikapok. Nem is kapott rossz kalózokat, azt nézem. Jó, Iserásnak annyi. Őt megvesszük. Hát ez így fagyi. Most a tojás kombóba bízhatok. Vagy esetleg a defecto botban. Ő arany. Hát vagy a tojás kombót visszaadjuk. Az ugye magában így is tök jó. Ezt így föltauntosítom. És kirakom őt. Megveszem őt. Akkor még a Security Rover fog kelleni. És az, hogy jöjjön még valami más, mivel triplázhatok. Csak könyörgöm, ne megint a Murlockot adja ki ez. Annyi más legendás lény van, annyi más! Miért pont azt a rohadék Murlockot kell folyton kiköpnie magából? Elistra lenne még jó. Összintű. Ujjjjj, itt azért van egy Crackling Cyclone. Jó, de azt leradíroztuk. Bram Bronzebeard. Tökéletesen hulladék. What? Bedarálva. Na, viszont így tényleg elérhető közelségben érzem én azt az első helyezetet is akár most már. Nice. Itt nem szabad lépre menni, ugye? Aránylag a végén kéne igazániból támadnia. Sárkányok, jaj. Let's see if you can stay on top. Csatornapontokat átállíthatnám kis csontokra.
Ja, azt néztem, hogy át lehet nevezni őket, csak ugye eddig az nem... Aj, teljesen elment a levesbe szegény. Tehát, hogy így nem gondoltam ki, hogy mi lehetne jó alternatíva. Arra, hogy csatorna pont, arra a kiírásra. Úgy van. Na, kihoztuk döntetlenre. Csontpont. Na, az nem rossz ötlet mondjuk. Csontpont. Micro Mami. Ilyen nem lenne hülyeség. Aj. 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 Hagyjon meg. Hát, ha visszakapom. Hát nem, de kaptam helyette majdnem olyan jót. Jó, hát azt akár már most is át tudom állítani. Csont. Dob nekem egy csontot. Jó, az átállítás megtörtént. Akkor innentől kezdve csontokat lehet költeni, csak majd rakok hozzá egy új ikont. Azt bocs, de most így stream közben nem dizájnolnám meg. Közös játékra? Hát most így nem terveztem vele, bevallom őszintén, most én csak így battlegroundozgatok. De majd azt beszéltük, hogy még elvileg kettő olyan csatornapont jutalom az lehet, hogy Hearthstone-ba közös játék. Kivintjurizzom, mint a vadállat. Mit ad ez? Justiz. Mindenki van Windfury. Így. Szóval csatornapontokért közös játék, illetve játék kérés egy lista alapján. Én így ezeket látom reálisnak, úgyhogy ez majd megtörténhet. Igen, ez a fogadás, ez nem szerencsejáték. Ticketmaster, na! Elvileg ezt akkor megnyertem, mint a húzat. Nézd már, hogy bekarmolt. Száz nyolc.
Úgy. Ennyi. És nem csak, hogy a win van meg, de hogy első helyezett. Ez már kellett. Ez a 103 pontocska. Tikatus! Menő. Menő. Hogy 64%-otok igenre tippelt. Hogy most akkor nesztek pontok. nekem meg 50 arany. Végre. Nekem is jön a fizetségem. Hogy itt streamelgetek. Na, ha valaki akar hőst kérni, az izítsa a most már csontjait. Én meg indítok mindjárt egy vadajúj előrejelzést. Amint meglátjátok a hősöket. Na, van nekünk Maligos, Shenvala, Aranna Starseeker és King Mukla. Vannak elementálok, kalózok, mörlokok, mekkek, démonok. Egy jó démonos buildet szeretnék már, csak sose dobják ki. Magilla gorillát, ezt hanyagolnám. Na, senki többet harmadszor, akkor én leszek Shenvala. Ó. Promaciei. Picatusszal. Need a drink? Ezzel jókorán föl kéne menni magas szintekre. Kéne még ilyen pár szellementál. Azzal nagyon könnyen fel tudok majd kúszni. Ezt tuti elbuktam. Igen, ez ilyen esélytelen volt. No offense. Az emberek 64%-ának a pontjai múlnak rajtad. Kösz! Ő kell. I think you can win this thing. I've got some fresh recruits for you. Van egy kis limitáció benne, de én szerintem azt kéne tudnod már, tehát elég sok idő eltelt azóta, szóval nem értem. Megnézem a beállításokat, hogy ott mik vannak. De csak annyit választottam meg, hogy
két perc legyen a beváltások között. De az nem olyan vészes. Kéne még egy elementál. Oh, nice. Na, de lehet, hogy kiteszem azt a korlátot, és akkor megnézzük. Jó, kiszedtem a korlátozást, úgyhogy elvileg most már a legközelebbire kéne tudnod választani. Na, ez egy garantált loss. Ja, két rommá buffolt Wrathweaverrel. Mi, hogy te még csak egyes szintű vagy? Ó, életem. Mi van veled? Hová lett Demon Hill? Nagyon szeretem a tejet és az elementálokat, azt is. Én szeretem a tejet. Tej az jó. Finom, finom tejecske. Gyűjjenek az elementálok, és nem lesz gond itt. Na még csak a... mennyi? Ötödik kör van, és már negyedik szinten vagyok, úgyhogy... mindjárt megyünk följebb is, csak kapjak még egy szellementált. És akkor jöhet Nyomi! Chef Nyomi! I think you can win this thing. Jó, garantált loss. Jó, legalább két lényétől megszabadítottuk. Annyival kevesebbet boxol a fejemre. Jó, zero elementál, semmi gond. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Ez. És mondjam, fasza lesz így. Jó, azért így még garantáltan ki fogok kapni, semmi vész. Jó, köszi. Az idegesítőt ezt legalább kikapta. Au. Jó, most viszont... Most kell nagyon bekeményíteni, mert nem állunk túl rózsásan. Most negyedik szinten... ötödik szinten vannak igazán baba elementálok, úgyhogy... Chef Nyomi!
Duplán. Chef nyomi duplán. Ó, és ott az elementálom, meg ott van ez a Faceless Tavern Gorer, vagy mi a túró. Nincs rá píz. Nincs rá píz. Jó, ezt éljük túl. Könyörgöm, éljük túl. Semmi más nem kérek, csak éljük ezt túl, ezt a kört. I think you can win this thing. Ajajajajaj, ez csücskös lesz. Hogy az a... Túléljük? Júj! 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 That's quite the army you're building, friend. Come in the carefree. We are free. Elementát adjá. Ó, nekem ez is jó már. Hű, na, erre kíváncsi leszek. Aj, és hogy? Tauntok nem elég erősek, az a baj. Fenébe. Sok rohadt kis OP HP és Murloc. Ah. És 93 pontot ledarált tőlem. Ez milyen szemétség. Na jó, hát... Sorry. De ez most nem jött össze. Pedig még Chef Nyomi is volt. Na, még egyet. Még egy kört mehetünk, annyi belefér még a mai időbe. Nem, ma, a mai napot azt a mekkek vitték el gyakorlatilag. Én így próbálkozok az elementálokkal, de nem megy. Na. Monastorm. Akazam... Mi? Akazamzarak. Aha. Alice, Starseeker és Alexstrasza vannak, elementálok, sárkányok, murlocok, mekkek és démonok. Jó, Atomi, balról a harmadikat. Az Alice, Starseeker. Jó, más ne küldjön most ilyen kérést. Mert ez a vonat elment. Majd legközelebb. Hey, my favorite commander is back.
Próbáljuk meg a démonokat, hát ha. Közben indítok egy új előrejelzést. Tegyék meg tétjeiket, hölgyeim és uraim. Zero démon. Akkor fejlesztek. Főleg úgy, hogy AFK ellen megyek, aki ellen még garantáltan nyerek. Jó, van démonunk. Már is jobb. A látkép. Az lenne jó, hogy a következő leosztásba kapnék még kettő darab ilyen imprisonert, vagy hát legalább két démont. Jó. Szuper. Nagyon szuper. Föl kéne menni minél előbb a négyes szintre, hogy akkor hát ha jön az infernál, és ott nagyon el lehet szállni azzal. Okay. Jó, menjünk a biztosra. Tuningolok picit. Jó, ezt szeretjük. Jó, ó, ne démon. Akkor így oldjuk meg. Let the corruption spread. Jó oroszosan. Ezek a dranejek én oroszosak. Jót választottál, jó hőst. Igen, ettől függetlenül a nemeret szavaztál. De mondom, itt még semmi nincs lejátszva. Viszont jogszaron érkezik.
Hát a két különböző ember választ, a szívás, mert az elsőt fogom figyelembe venni, aki először megjelent a cseten. A másodikanak meg akkor azt elkönyveljük, és valamikor később beváltja. Ingyen. Tehát, hogy akkor majd azt megjegyezzük valahogy. Jobbat nem tudok, de ne csináljátok ilyet. Jó, tehát, hogy így... Azért... Viszonylag van egy jó félperces idősáv, és ott azért ezt meg lehet szerintem oldani. Szegény gajdra ment a faceless. Igen, igen, ezért volt a korlátozás is. Au. Jaj, te gyerek, mit csináljak ezzel? Mindegy, most már az elementálokat szeretném, vagy az infernálokat. Soul Devourer jöhet, illetve most már a Big Infernal, illetve a Ring Matron, mint olyan. Utállak. Hogy kikapta? Hogy kikapta a kis 2-2-eset egyből? Ez jó lesz. Meg már nem tudom kirakni, mi? Hát pedig ez megy a levesbe most. Ohohoho, megvan, megvan. Következő delikvens. Na, ezt a Big Infernát reméljük sikerül rommá buffolni most ebben a matchben. Ja, ez valószínűleg sikerülni fog. Aj, de miért azt támadtad elsőnek? Au. Hülyeséget csináltam már megint. Mi,
nem kaptam dupla aranyat. Hát mi ez? Úgy illett volna, hogy 6 aranyat kapok. Hello. Sokkalom. Jó, Szilaszt leküldtük a ranglétrán. Duncannek köszönöm szépen az ajándék előfizetést, Keszegnek pedig használja egészséggel. Kéne még egy harmadik ilyen Soul Devourer. Most adja be a Soul Jugglert. Azért a Void Lord az így hiányzik, tehát hogy így nem tudom észreveszitek-e, de így nem jött föl, pedig már azért két kör óta itt vagyok ötös szinten. Pörgetem, de nem adja be. Egy harmadik Fratweavernek is tudnék örülni. Mitől elementál? Jó, az ellen szerintem jó esélyeink vannak. Szerintem ezt a Soul Jugglert ezt kihagyhatjuk, mert nem érzem olyan hatalmas nagy upgrade-nek jelen helyzetben, bár már fagyasszuk be egy körre. Túlélte, az igen. Aj, 5 HP-s parti elementál. Nem baj, minél lejjebb megy a HP-m, annál nagyobb lesz az a Battle Master. No démon. Ez jó lenne, csak minek a helyére, ugye? És most beadja a Void Lordot, hogy az a jóságos mindenség itt neki. Megnézzük így. Aránylag sok HP-n van, szóval nem félek. De az a Void Lord, az kell. Mostanság csak a questek miatt szoktam ránkedezni.
nagyon nem érzem már a rankedezést, hogy őszinte legyek. Na. Abszolút vegyes felvágott. Ne azt! Úgy. Úgy. Szuper. Ezt megöljük meg. Jó. Megúsztuk. Ó, igen. Kinek a helyére tegyem őket? Jó kérdés, mi? Kéne egy harmadik Soul Juggler, az az igazság. Ó, és Yogg-Saron! Na, hát ezt vagy megnyerik nekünk a Soul Jugglerek, illetve a Big Infernal és itt a két nagy Wrathweaver, vagy nagyon csúnyán kapunk egy kokit, amiben talán még nem halunk meg, mert azért 18 HP mégiscsak akad, de hát bármi lehet. Milyen van neki? Mixed. Ajjaj. Ajjaj. Lehetnek csúnya dolgok. Ó, ez garantált win. Oké. Okay. Oké. Okay. Azaz, lőjed őket. Két Wrathweaver megmaradt. New Hero Power. Reborn. Friendly Minion Golden. A Reborn-nal többre megyünk amúgy. Kéne még egy Soul Juggler. Az egy Soul Juggler, az nagyon hiányzik. Megnézzük. Jó, hát Eliznek a képességét kimaxoltuk, úgyhogy most már le is cserélhettük. Ó, viszont top 4 emberek. Persze, kap ki az enyémeket gyorsan. De rohadék, nézd már! Hű, az az Infernál viszont nagy lesz így.
Azt a két nyomorult Soul Jugglert intézzük el. Csak nem. Csak nem. A legvégsőkig. A legvégsőkig kibírja az a két nyomvat Soul Juggler. Ah, döntetlen, de csak azért, mert mákia volt. Nekem meg nem volt. Az imp jó lehet még. Soul Jugglerre hajtok. Soul Juggler. Ah, itt lett volna a harmadik. Nem, nincs Soul Jugglerem. Hát azzal főzünk, amink van, gyerekek. Sárkányos AFK. Bár ha neki ott van még az a spóra, akkor azt viszont az Elistra az fel fogja fogni, hál' Istennek. Brutál sárkányok. Viszont itt szinte garantált, hogy meg fogunk halni. Úgy. Az a baj, nem fog eleget leszedni róla még a két Soul Juggler se. Túl sok a HP. És az egy darab Big Infernal az nem lesz elég. Bár a géppuska build az működik. Hű, az igen. Azért ez azért szép mentés volt. Egy aránylag esztes helyzetben. Kéne most már egy Bratweaver. Bratweaver-t adjál te! Nem ad Bratweaver-t, ez a szomorú. Én meg konkrétan be vagyok szorulva a saját lényeimmel. Nem baj! Top 4, az megvan. Most a kérdés az, hogy... Illetve már dobogós helyen is vagyok. Dobogós helyen, top 3-ban. Imp mamát se adott be egyszer se, pedig már ez már a harmadik vagy a negyedik kör. De ez most a 14. kör, de már kb. 4 kör óta biztosan 6-os szinten vagyok. Úgy. Öljed. Au, szegényke. Jó, legalább pajzsokat lekapkodjuk. Jó, puttyogtassuk még le őket szépen. És pont a izé nem jött vissza fenébe. Hát, ez így akkor bukóvári sajnos.
Hát nagyon-nagyon gyatrán jöttek a démonok. Nem baj. Még várat magára az a brutális démon build, amit egyszer összehozok majd, és olyan első helyet zsákolok, mint még soha. Viszont ez nem ma fog bekövetkezni. De harmadik hely, úgyhogy akik arra tippeltek, hogy nyerni fogok, azoknak gratulálok. 13 000 pontot osztunk szét. Na, jól van emberek, mára ennyi lettem volna, sajnos nincs lehetőségem tovább maradni, de holnap délelőtt, ugyanígy jövök 10 óra után, és Dyson Sphere programot fogunk folytatni, illetve építjük a Dyson gömböt, meg még így optimalizálom a gyárakat. Szóval egy ilyen chilles gyárépítés galaktikus szinten következik majd a holnapi napon, illetve hétfőn, délután este 6-tól is. Szóval, ha tetszett, amit láttál, akkor gyere, és iratkozzál fel erre a csatornára, nyomd be a követést, hogy ne maradjál le egy streamről se, ha éppen esetleg szeretnél részt venni, és van rá érkezésed. Én meg akkor mára köszönöm szépen a figyelmeteket, holnap délelőtt 10 után találkozunk, és akkor Dyson Sphere program lesz. Na, akkor szép szombat délután kívánok mindenkinek. Sziasztok!